Jó, elkezdtem az órának a rögzítését, tehát még egyszer tájékoztatok mindenkit, hogy mostani óra rögzítésre kerül, és az órán pedig a KKT-ről, illetve a Betéti Társaságról fogunk beszélgetni. Ha valakinek kérdése van, közben nyugodtan tegye fel. Azért rögzítjük amúgy az órát, hogy a levelezős hallgatóknak el tudjuk juttatni, illetve azon hallgatók is meg tudják nézni, akik nem tudnak most ebben az időszakban jelen lenni, halaszthatatlan közjogi teendőikre tekintettel. Akkor kezdjünk is hozzá, és akkor kezdjük a KKT-vel. A KKT az nem egy magyar jogi sajátosság, ez több más országnak a jogában is megjelenik egy ilyen személyegyesítő forma. Annak a pártársasági formának, amit a PTK nevesít. Ugye a PTK az formakényszert határoz meg gazdasági társaságoknál, tehát gazdasági társaság csak KKT, BTK, RT vagy RT formában alapítható. Ehhez jönnek hozzá még nyilvánvalóan az Európai Uniós kormányba, azokat nem a PTK szabályozza. Ugye a KKT-nál egy társasági szerződés aláírásával a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a tevékenységi célra az vagyoni hozzájárulást teljesítenek, és a társaságnak a társasági vagyonnal nem fedezett kötelezettségeiért korlátlanul és egyetemlegesen helytállnak. Ez a korlátlan és egyetemleges helytállás, ez még egyszer felhívom rá figyelmet, hogy ez csak azt jelenti, hogy arra az esetre vonatkozik, hogyha egy KKT-nak a vagyona nem fedezi a tartozásokat. Nem az a jellemző nyilván, hogy milliárdos vagyona lenne saját tőkéje egy KKT-nak, de nincsen kizárva, tehát lehetséges. Az esetek nagyobb részében ezek olyan kisvállalkozások, amik túl nagy forgalmat nem bonyolítanak, túl nagy bevételük nincs, a kockázatuk is ennek megfelelően kicsi. Pontosan emiatt a szigorú felelősség miatt egyébként viszonylag kevesen alapítanak KKT-t, nem egy népszerű forma. Igazából akkor szoktak KKT-t alapítani, amikor valamilyen okból, ez többnyire pályázat, közbeszerzés és a többi, a maga a pályázat nem engedi meg a projekt cégnek az alapítását. És akkor most egy kicsit utalok, és lehet, hogy csapom volt azért elnézést a KFT-re. Ugye a KFT-nek van egy olyan tulajdonsága, hogyha befizetik a törzstőkét, akkor a tagok onnantól kezdve a KFT tartozásaiért nem felelnek. Tehát korlátolt lesz a felelősségük. Pontosan emiatt, mikor projekteket valósítanak meg, vagy kockázatos tranzakciókat végeznek, vagy kockázatos ügyleteket bonyolítanak le, viszonylag népszerű megoldás, hogy ilyenkor létrehoznak egy úgynevezett projekttársaságot, egy SPV-t, ezt hívjuk SPV, Special Purpose Vehicle, arra a célra, hogy a projektet megvalósítsák. Mi ennek a jelentősége, miért jó ez? Ugye, hogyha megvalósítják egy ilyen SPV-vel a projektet, vagy legalábbis belekezdenek, akkor az ő legnagyobb kockázatuk, a legnagyobb veszteségük az mennyi lehet? Hogyha mondjuk egy 3 millió forintos törzstőkével alapítanak egy KFT-t, akkor ez a 3 millió forint. Ugye most beszélhetünk itt egy több milliárd forintos anyavállalatról, ő megcsinálja ezt a KFT-t, aminek 3 millió forint a törzstőkéje. Mikor átadta ezt a 3 millió forintot, ezzel az anyavállalatnak a felelőssége gyakorlatilag megszűnt. Nagyon kivételes esetekben lehet csak áttörni ezt a korlátolt felelősséget. Mondjuk, hogyha én építek egy szélerőművet, vagy egy naperőművet, teljesen mindegy, hogy mi az egy kockázatos beruházás. Hogyha valamilyen baleset történik, felrobban az egész, elszabadulnak a hitelkamatok, ugye ez beláthatatlan következményekkel is járhat akár. Mondjuk meghal 10 munkás. 10 munkás, fogalmam sincs, mekkora kártérítést kell fizetnem. Mondjuk meghalt munkásonként számolhatok 30 millió forinttal, az már 300 millió. De hát nyilván akkor, hogyha valami baleset történik, és ebben hunytak el a munkások, akkor további kártérítési kötelezettségeim is lesznek, és a határa csillagos ég. Mert megvalósítom a projektet, kiderül, hogy nem rentábilis, hibás teljesítés és a többi. Ezzel szemben, hogyha ugye megalapítottam az elején a korlátolt felelősségi társaságot, akkor legfeljebb én, mint anyavállalat mennyit tudok bukni,
3 millió forintot. És ezért nagyon népszerű megoldás az SPV, mert az üzletemberek alapvetően azt szeretik, hogyha tudnak kalkulálni, tudnak számolni. De önmagában nem a kockázattal van bajuk, hanem azzal van bajuk, hogyha nem tudják beárazni ezt a kockázatot. Ugye bármennyivel nem lehet számolni, ha azt mondom, hogy legfeljebb 3 millió, vagy legfeljebb 50, vagy legfeljebb 100, mert nyilván alapíthatnak nagyobb pénzzel is ilyen SPV-ket, az már egy olyan vagyontömeg, egy olyan vagyonösszeg, amivel lehet kalkulálni. Ha valamennyivel nem lehet kalkulálni. Jó, tehát ezt kell szem előtt tartani, hogy alapvetően ezért is nem szeretik a KKT-t az üzletemberek sem, mert nagyon kockázatos. Nem tudjuk, hogy valójában mekkora felelősséget vállalnak. Nyilvánvaló, hogyha van mondjuk egy pici cég, aki tudom én, automatrizálással foglalkozik, ott olyan nagyon nagy kockázat nincsen a tevékenységben, nem tudnak majd kárt okozni, de most se érdemes. Azt is jelenti ez a korlátlan és egyetemleges helytállás, hogy amikor mi igényt akarunk érvényesíteni egy KKT-vel szemben, akkor ez egy eljárásjogi kérdés, hogy vajon betereljük-e a KKT-nek a tagjait is. És a válasz az, hogy minden esetben igen. Tehát alapvetően mi a KKT-val szemben érvényesítünk igényt, de mi lesz akkor, hogyha a KKT-nak, de hogy ez várható, nincsen elég pénze, hogy kifizesse a tartozást. Hát akkor KKT tagjaival szemben kell ugye végrehajtást vezetni. De aki már tanult polgári eljárásra volt, az tudja, hogy csak úgy nem lehet végrehajtást indítani valakivel szemben, kell hozzá egy végrehajtható okirat. A végrehajtható okirat, hogyha mi csak a KKT-t pereltük be, az velünk szemben, bocsánat, a KKT tagjaival szemben nincsen. De azt jelenteni, hogy kell indítani egy új pert, immár a KKT tagjaival szemben. De hogyha már eleve úgy pereljük be a KKT-t, hogy mögöttes kötelezetként perbe vonjuk a KKT-nak a tagjait, az valahogy úgy néz majd ki a bíróságnak az ítéletében, hogy és arra az esetre, hogyha az a KKT vagyonából nem fedezi, és akkor itt felsorolja a KKT-nek a tagjait, hogy az ő vagyonukból lehet behajtani, tehát hogy ők fizessenek meg a jogosultnak megfelelő összeget. Ebben az esetben ugye egy perrel, egy bizonyítási eljárással, egy per költséggel van egy marasztaló határozatom a KKT tagjaival szemben is. Míg, hogyha ez nincs meg, akkor utána egy újabb pert le kell folytatni, ami időveszteség, jelentős időveszteség. Jó, tehát nem érdemes, mert ha már van egy ilyen lehetőségünk, éljünk vele. Ez majd elő fog jönni, ugyanez a szabály betéti társaságnak a beltagjával kapcsolatban, meg talán beszéltem már róla órán, mondjuk az ügyvédi irodának a tagjaival szemben is, tehát ügyvédi irodával, hogyha ügyvédi műhibáért pernek ügyvédi irodát, akkor ott már mögöttes kötelezetként érdemes perbe vonni az ügyvédi irodának a tagját is, tehát az ügyvédet is, mert mögöttes kötelezetként ő is felel az ügyvédi műhibákért. No, tehát ezért nem szerencsés. És itt ráadásul ugye a legrosszabb helyzet van a KKT-nál, hogy mind a kettő tag, vagy legalább kettő tag, így mondom, korlátlanul és egyetemlegesen felel. Ettől még a BT is jobb egy fokkal, mert ott legalább az egyik tag nem. Bocsánat. Jó, ugye egy nagy kérdés szokott lenni, hogy mi van akkor, hogyha valaki nem alapításkor, vagy nem a tartozás keletkezésekor lép be a társaságba tagként, hanem a későbbiekben. Viszonylag népszerű megoldás volt annó, amikor még alapítottak KKT-kat, meg BT-ket, hogy megállapodtak a tagok, hogy az új, a belépő tagnak csak a társaságba történő belépések utáni kötelezettségekkel kapcsolatosan átvenn a felelőssége. Mi ezzel a megoldással a probléma? Az ezzel a megoldással a probléma, csinálok egy kiváló ábrát, szerintem az úgy jó, lesz, megosztom a képernyőmet, egy pillanat türelmet kérek, és a kettes monitoromat. Na, az ezzel a probléma, ezzel a megoldással, hogy ugye van nekünk egy jogviszonyunk,
Tania, KKT belső jogviszonya. Ők itt egymás között abban állapodnak meg, amiben akarnak. Jó, tehát van olyan egymás közötti jogviszony, amiben elférnek a PTK-tól, van, amiben nem. Teljesen mindegy nekünk, most itt ebben az esetben három tagja van a KKT-nak. Igen ám, de vannak ugye harmadik személyek, akiknek összefoglalva mondjuk azt a nevet, hogy hitelezők. Ugye az, hogy nekik van egy egymás közötti megállapodásuk, KKT belső jogviszonyában a tagoknak, az harmadik személyektől nem nagyon hathat ki. Miért? Mert ugye alapvetően a megállapodások, ugye a megállapodásokban résztvevő feleket kötelezik. Innentől kezdve, amikor én ráadásul hitelezőként szerződök egy KKT-val, belenézek a cégjegyzékbe, mit látok, van a KKT-nak három tagja, jaj, de jó nekem, majd én velük szemben aztán tudok később megfelelő végrehajtást és egyéb eljárásokat indítani. Szóval nyilván az az eset, hogy amikor én még szerződtem velük kettő tag volt, de most már látom, hogy három van, mennyire jó. De ilyen korlátozást a PTK nem tartalmaz, tehát azt mondja ki, hogy a tartozásokért felelnek KKT tagjai. Ezt kifejezetten írja is. Jó, tehát nem hatályos ez a megállapodás harmadik személyekkel szemben. A KKT-nak a jogviszonyai, belső jogviszonyai, azok alapvetően ilyen személyekhez tapadó jogviszonyok. Tehát nem lehet csak úgy adni-venni, nem is egyébként keletje se lenne a dolognak, de mondjuk a végrehajtás teljesen máshogy működik egy KKT-nél és egy PT-nél, mint egy KRT-nél. Ugyanis a KKT tagjának a társaságban meglévő részesedését nem lehet lefoglalni, nem lehet árverezni. Ez úgy működik, hogyha a társaság tagjának, tehát nem a társaságnak, hanem az egyik tagnak, be is kérdezem itt a... Tehát, mondjuk neki, itt a sárgával jelölt részben, tartozásra áll fenn ennek a tagnak ezzel a hitelezővel szemben, tehát van egy ilyen kötelezettsége, akkor nem úgy történik, hogy társasággal szemben közvetlenül érvényesíti, mert nem a társasággal szemben áll fönn ez a tartozás, vagy bocsánat, a követelés, hanem a taggal szemben. Pontosan emiatt ez úgy fog kinézni, hogy ilyenkor a hitelező az felmondja a tagnak társasági jogviszonyát. Mi ennek a lényege? Az, hogyha a tagnak a társasági jogviszonya megszűnik a KKT-ben, akkor az ő vagyonhányadára jutó vagyomból ki kell elégíteni, tehát ki kell adni neki ezt a pénzt. Ér mondjuk van 30 millió forintos értéke, saját tőke, tök mindegy, hogy minek nevezzük, most egyszerűsítsünk. Ennek a KKT-nak ugye akkor egy tagra mondjuk, hogy arányosan kell őket kielégíteni, egy tagra 10 millió forint jut. Ha a hitelező felmondja ezt a tagsági jogviszonyt, akkor a tagnak jár a 10 millió forint. Na és ezen a 10 millió forinton keresztül érvényesítheti a hitelező az ő követelését a taggal szemben. Jó, tehát ez... Bocsánat. Ez egy aránylag egyszerű történet, de így zajlik. Ugye a tagok gyűlése a KKT-nek a legfőbb szerve, és a tagok gyűlésén igazából háromnegyede szótöbbséggel bármilyen kérdésben határozatot hozhatnak. És ebben az esetben alapból a KKT-nál, ugye a tagok gyűlésén nem a pénzbetéthez igazodik a tagoknak a szavazati joga, hanem azonos mértékű szavazati joguk van. Viszont ugye ettől el lehet térni, ez egy diszpozitív szabály, és ez annyit mond ki ez a korlátozás ezzel kapcsolatosan, hogy olyat nem lehet csinálni viszont, hogy valakit megfosztunk szavazati jogától. Jó, és szótöbbséggel határoz
a tagok gyűlése. A KKT képviseletére a KKT-nek a tagjai jogosultak. Közülük kell kijelölni ugye az ügyvezetőket, vagy ügyvezetőt. Bármelyik tag lehet, illetve az összes tag is lehet a KKT-nek a képviselője. Viszont olyan személyt nem lehet képviselővé kinevezni, aki nem a tagja ennek a KKT-nak. És akkor itt eszembe jutott, hogy elfelejtettem egy korlátot említeni, ez még visszautalok a korlátlan felelősségre. Ugye a kiskorúaknál elég sok korlátozást ismerünk. Az egyik ilyen korlátozás a korlátozott cselekvőképességűeknél, illetve cselekvőképteleneknél, hogy korlátlanul felelős tagok nem lehetnek. Innentől kezdve nem lehetnek KKT tagjai, és nem lehetnek ebből eredően KKT ügyvezetői sem, gyámhatósági hozzájárulással sem. Jó, vissza az ügyvezetők, ők alapvetően önállóan járnak el. Ez a PTK-nak a szabálya, nekem ez mindig furcsa volt, mikor a PTK ilyeneket határoz meg. Miért furcsa? Mert erről a társasági szerződésben rendelkezni kell. És a társasági szerződés rendelkezését fogjuk alkalmazni. Tehát nem azért fognak ők önállóan eljárni, mert a PTK ezt mondja, nyilvánvalóan ez egy kedves normatív tartalom a PTK-tól, hanem azért, mert a társasági szerződésben így állapodtak meg. Úgy nem tudok beadni társasági szerződést a cégbíróságnak, hogy nem jelölöm meg amúgy, hogy kijogosult ügyvezetőként eljárni. Azt mondják, hogy köszönik szépen, de miért nem tudok így? Mert akkor ők nem tudom nyilatkoztatni az összeférhetetlenségről, valamilyen kizárási jog fennállásáról és a többi. Jó, tehát ez egy jó szabály, mert így van, de ennek a tényleges megjelenési formája az minden esetben a társasági szerződés lesz. Jó, a KKT-nek az ügyvezetője amúgy a másik vezető intézkedése ellen tiltakozhatnak, ez alkalmazhatatlan, kivitelezhetetlen szabály. Hogyha nincsen egyetértés, akkor a taggyűlésének kell határozni erről, ami ugye szótöbbséggel fog dönteni. Nem egy túl életszerű szabály. Sem a tiltakozás, sem arról, hogy majd a taggyűlés ezt jól eldönti. Jó, a KKT tagjának a jogviszonya megszűnhet közös megegyezéssel, felmondással, részesedés átruházással, halállal, vagy összeférhetetlenségi, vagy kizáró bekövetkezésével. A felmondási idő a társasági jogviszony felmondásával kapcsolatban az 3 hónap. Jó, és ezt, hogyha határozatlan időre jött létre a KKT, akkor nem is lehet korlátozni. És ez egy érdekes dolog, ez betéti társasággal esett meg, erről már beszéltem a gyakorlatokon, a levelezősöknek viszont még nem. Ez egy BT-vel kapcsolatos jogeset volt. A BT-nek az ügyvezetője, azt hiszem, hogy a külültag volt, de most a mi szempontunkból teljesen mindegy, és felkívánta mondani a tagsági, nem bocsánat, az ügyvezetőségről kívánt lemondani, és ennek a kültagnak a családi házában volt beegyezve a cég, és mint azt mondtam, ő volt a cégnek a törvényes képviselője, a cégnek az ügyvezetője. Ő ajánlott értékelvényes levéllel elküldte az ügyvezetőségről történő lemondást ugye a cégnek a székhelyére, majd ő maga, mikor a postás hozta a levelet, át is vette, mint a cégnek a törvényes képviselője. Tehát magának küldött egy levelet, ilyen skizoid hajlamai voltak akár. És későbbiekben tudatosult ez a másik tagban, mikor is szerette volna, nem is tudom már, talán taggyűlés szeretett volna összehívni, vagy hivatni. Mondta neki a másik tag, a küldtag, hogy hát jó van, értesítse az ügyvezetőt, majd ha lesz. És akkor hát nem tudta a másik, hogy miről van szó. Hát ugye szépen lepörgött a megfelelő felmondási idő az ügyvezetőnél. És erre azt mondta ki akkor az akkori legfelsőbb bíróság, mostani nevén ugye már kúria, hogy ebben az esetben, amikor ugye ketten vannak a cégben tagok, az egyik az ügyvezető, annak olyan túl sok értelme nincsen, hogyha az ügyvezető átveszi a saját levelét, mert ilyenkor az lenne a lényeg, hogy a többi tag
tudomást szerezzen a felmondás tényéről, és azt mondták, hogy ez úgy lett volna hatályos, úgy tudott volna hatályosulni a felmondás, hogyha a másik taggal közli. Jó, tehát ez egy, hát szerintem egy hülye trükk volt, nem volt túl sok értelme, ezt nem is igazán tudom megmondani, hogy miért csinálta a tag, de nem fogadta el a bíróság az ő felmondását. Jó, a... bocsánat. Viszonylag gyakran előfordul, és ez nem csak KKT-nél, hanem minden egyes cégnél, hogy a tagok között nem szokott egyetértés lenni a cég értékével kapcsolatosan. Ez mit jelent? Ugye itt beszéltük, hogy a KKT taggal el kell számolni a tagsági jogviszony megszűnése esetén, vagy ugye, hogyha halál miatt szűnik meg, akkor az örököseivel ki kell adni az ő vagyoni hányadára jutó értéket. Igen, nem csak ez az üzletrész vagy vagyonértékelés cégeknél, ez egy nagyon bonyolult szakma, és az a baj, hogy nincsen rá egységes módszertan, mert amikor mondjuk cégfelvásárlásról döntenek, akkor megnézik 2-3 módszertan szerint, hogy azok szerint a módszertanok szerint mekkora a cégnek az értéke, és ezek alapján egy átlagolásra vagy bármilyen más számításra kiszámolják. De hát ugye már van eleve azt mondani, hogy 3 érték. Miért nem lehetne behozni egy 4. vagy 5. számítási módot? Ráadásul az a tapasztalat, hogy amit a úgy gondolom, hogy nem jogászok, közgazdászok, cégértékelők, könyvvizsgálók állapítanak meg cégértéket, az ilyen hasraütésszerű, azt mondja meg, hogy a tulajdonosnak vagy bárkinek mennyit ér ez a cég, és itt nagyon furcsa számolások is szoktak lenni, van, aki azt mondja, hogy a saját tőkeérték, van, aki azt mondja, hogy az éves bevétel, teljesen nonsens számítási módok, ha egyáltalán van ilyen, szoktak lenni. És nyilván, akivel el kell számolni, ő magasabb értéket mond, mint az, akinek ki kell adni ezt a vagyont. Tehát itt nagyon sok jogvita szokott ebből lenni. Én azt mondom, hogy legalább egy külön szerződéssel érdemes megállapodni a tagoknak egymással abban, hogy hogy fogják a későbbiekben megállapítani a cég értékét bármilyen okból történő elszámolás esetén. De akkor lesz egy módszertan, és legalább abban egyetértenek, hogy mi a módszertan. Most, hogy konkrétan melyik személy fogja végezni, stb. Abban szerintem nem érdemes megegyezni, mert lehet, hogy megszűnik a cég, akit kijelöltek, és az feleslegesen csak újabb vitákat fog generálni a későbbiekben. De az a lényeg, hogy a cég érték, és az a pénz, amit a cégből egyébként ki tudnak fizetni, ez a legritkább esetben áll szinkronban egymással. Mi van akkor, hogyha benne van a cégbe, KKT-nál nem sűrűn fordul elő, de éljünk a gyanút erre, benne van egy 500 millió forintos ingatlan. Az 500 millió forintos ingatlan, mondjuk, hogy most éppen válság következik, vagy lesz, vagy nem, minden esetre legyen ez egy kereskedelmi ingatlan, hát válság idején kereskedelmi ingatlant olyan nagyon könnyen nem lehet kiadni, meg elmondják a bérleti szerződéseket a bérlők is. Ez az 500 millió forintos ingatlan jelenleg hoz, mondjuk évi, hogyha felszorozzuk a havi bevételét, 10-pár vagy 20 millió forintot. Ugye az 500 millió forintos ingatlannál ez annyira nem sok. És akkor nyilván, hogyha mondjuk egy ilyen KKT-vel kapcsolatban kellene elszámolni, mi lenne a cégben maradóknak a véleménye, mondjuk, hogy hárman voltak eredetileg, és az egyikkel kell elszámolni, nem tudom, mennyit mondtam, de mondja 12 millió forintos bevétel. Akkor azt mondja a másik kettő, tehát a társaságban maradó tag, hogy akkor egyharmada jár neki, 12 millió az éves bevételünk, még ez se jó, ugye, mert ez is valójában több, mint amennyit a cég kibír, hogy kiadjanak, kapja 4 millió forintot, de joggal mondja ilyenkor, vagy valószínű joggal mondja ilyenkor az a tag, akivel el kell számolni, hogy de hát ott van egy 500 millió forintos ingatlan a cégben. Igen, de az 500 milliós ingatlant azt nem lehet értékesíteni, vagy hát válság idején nem érdemes, rengeteget buknának rajta. Az 500 millió forintos ingatlannak, hogyha elosztjuk 3 felé, az mennyi ilyen 150, tehát egy picivel több, 160 valahány millió forint, 160 pár millió forintot nem tud semmilyen formában kiadni a cég, még ha szeretne sem.
És akkor ugye hát nyilván itt annak a tagnak kéne a pénz, vagy hát jogosnak tartja, hogy kiadják, akivel el kell számolni. Másik két tag viszont nem tud elszámolni ekkora pénzzel. Ez ugye egy olyan vitaforrás jelent a későbbiekben is, ami jószerivel feloldhatatlan. Ezért nem szabad ilyen formában amúgy vállalkozni. A KFT-nél jobban egyszerűbb lenne. Bár még itt is megoldható, mert ugye azt mondom, hogy akkor jelenleg nem tudják kiadni, de akkor jegyeztessenek be legalább az ingatlanra egy zálogjogot arra az értékre, amit ki kellett volna adni. Ez köztes megoldás, mert bizonyítja azt, hogy a későbbiekben majd könnyebben el tudnak számolni. Itt valójában ugye egy dolog maradt, az értékesítés, vagy a kétszer értékesítés, de az, mint mondtam, másság esetén túlzottan nem egy jó döntés. A másik eset, ami ugye vitákat szokott eredményezni, hogy a társaságnak a volt tagja az 5 éves jogvesztő határidőn belül még köteles helytállni a tagsági jogviszony megszűnése előtt keletkezett tartozásokért. Olyan feltételekkel, mint amikor még tag volt. Tehát a később keletkezett tartozásokért nem, de a társaságban meglévő vagyoni betétjének a látsz nagyon bonyolultan akartam mondani, tehát amíg tag volt és addig keletkeztek a tartozások, azokért viszont felelni fog. 5 éves, és ez fontos, jogvesztő határidő, ezt ne felejtsék el. A jogvesztő határidő az ugye azt jelenti, hogy ha elmúlik az 5 év, akkor nincsen se igazolási kérelemnek, se semmi másnak. Az 5 éven belül be is kell terelni őt. Hogyha ugye azért szűnik meg a tagnak a jogviszonya, mert ő meghalt, vagy hát meghalt, most nem nagyon lehet máshogy mondani, akkor az örökösök felelnek, ugye szintén 5 éves jogvesztő határidőn belül, és ott a hagyatéki tartozásokért való felelősség szabályai szerint fognak felelni, tehát ugye legfeljebb a hagyaték értékei, de elsődlegesen a hagyatéki vagyontárgyakkal. Jó, és nagyon örülünk neki. Amikor, és akkor most egy kicsit itt próbálok valami mérsékelt engagyi ábrát mutatni társasági joggal kapcsolatosan, hogy ugye hogyan alkalmazzuk a szabályokat. Első könyv, harmadik könyv. Mindjárt mondom, hogy ez mit jelent. És remélem, hogy nem rontom el az ábrát. Jó. Elnézést, ha nagyon vagyik. Ilyen ábra, hogy milyen társasági formák vannak a mi társasági jogunkban, szerintem így könnyen megjegyezni az egyes szabályanyagokat is. Na nézzük. Nem mondom, hogy vérgagy életben, nyilván nem életem produktuma. Nézzük a legelejéről. Ugye a PTK-nak van egy első könyve. Az első könyv az alapelveket tartalmaz, amik alkalmazandók ugye minden polgári jogi jogviszonyra. Itt a jogi személyeknél nekünk ugye van egy harmadik könyvünk, ami a jogi személyekre vonatkozó szabályanyagot tartalmazza. És én nem akarok külön belemenni, azt mondom, hogy az a csoport, amivel nem foglalkozunk, az az egyéb jogi személyeknek a halmaza. Amivel viszont foglalkozunk itt a kereskedelmi jogórán, az a gazdasági társaságok joga. És a gazdasági társaságokon belül ugye az első, amivel most foglalkoztunk részletesen, bocsánat, az a KKT. Igen,
de itt azt mondják, hogy akkor van KKT, BT, KFT, RT, de én nem rajzoltam annyit, vagy többet rajzoltam. Azért nem rajzoltam annyit, vagy többet rajzoltam, mert a betéti társaság, a BT, az valójában egy speciális KKT. Tehát ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá a PTK, BT szabályoknál, csak azokat a szabályokat határozza meg, amik különböznek a KKT-től. És mindjárt belemegyünk, csak az ábrát akkor végigvezetem. Ugye van még nekünk egy KFT-nk, mint társasági formánk, és van nekünk egy részvénytársaságunk. Miért vannak itt még nyilak? Azért, mert KFT-nél lehet az, hogy egyszemélyes a KFT, hát elnézést, az picirek nagyon a négyzet. Tehát ugye lehet egyszemélyes ez a KFT, és lehetséges, hogy több mint egy személy tagja van ennek a KFT-nek. Itt ugye az egy személynél a minősített befolyással vonatkozó rendelkezésekhez kapcsolódó szabály, tehát a tartósan hátrányos üzletpolitika fontos. Másrészt pedig ugye máshogy alakulnak a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulással vonatkozó szabályok teljesítési előírásai, meg kicsit nyakatekelten fogalmazta, akkor, hogyha egy személyes KFT-nk van, mert akkor ugye már az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani, és megint más az, és ebben az esetben ugye a társaságnak csak alapítókirata van, nem társasági szerződése, és kevésbé formalizált ugye működése, hogyha több tagja van a KFT-nek, akkor társasági szerződése van, hiszen ők egymással szerződnek, plusz emellett, hogy több tagja van, ez a több tag ugye formalizáltan működik, tehát kellene tartani taggyűléseket, vagy taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal, de az a lényeg, hogy itt már napirendi pontok és a többi vannak, nem arról szól, hogy csak az alapító a hasára üt. És a részvénytársaságnál nem az jelenti a különbséget, hogy egy vagy több tagja van a részvénytársaságnak, hanem hogy ez be van nevezetve tőzsdére, vagy nincsen. Ha nincsen bevezetve tőzsdére, akkor most már minden esetben ZRT-nek minősül, tehát zárkörűen működő részvénytársaságnak az RT, és hogyha be van vezetve, akkor pedig NRT-nek. Jó, ez a lényege, és valahogy így néz ki egyébként a szabályanyaga is. Amikor mi valamilyen jogvitára keresünk megoldást, akkor így tudunk visszafele haladni, tehát hogyha mondjuk van egy betéti társasággal kapcsolatos kérdésünk jogvitánk, megnézzük, hogy mit mond erről aki a betéti társaságnak a szabály, hogyha ott nem találunk megoldást, akkor megnézzük, hogy mit mond a KKT szabályozás, ha ott sem megnézzük, hogy mit mond a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályanyag, ha ott sem, akkor megnézzük, hogy mit mond a harmadik könyv, ennek a ugye, jogi személyek általános rendelkezései, és hogyha ott sincsen megoldás, meg zárójel, hogyha külön törvényben nincs, akkor megnézzük, hogy mit mondanak a PTK alapelvei. De ugye ezt már többször elmondtam, ha visszajutunk oda, hogy az első könyv mit mond erről, az biztos, hogy elrontottuk, azért ennyire nem rosszul szabályozott a PTK ebben a tekintetben sem. Jó, tehát hogyha már első könyvben azt nézzük, hogy jóhiszeműség és tisztesség alapján ezt hogy kéne rendezni, nem az lesz a megfejtés. Jó, és akkor vissza a betéti társasághoz, mert ugye akkor az a tulajdonképpeni témánk, ami még fennmaradt. Ugye a BT az annyiban különbözik a KKT-tól, hogy itt van egy beltagunk, és van egy kültagunk, most megpróbálom a monitor megosztást megszüntetni, ha minden igaz sikerült. Tehát van legalább egy beltag, és van legalább egy kültag. A kettőjük felelőssége között az a különbség, hogy a kültag az csak a vagyoni betétje erejéig felel, a beltag, ő pedig ugye csak úgy, mint a KKT-nek a tagja, a BT vagyon által nem fedezett kötelezettségekért, ugye korlátlanul felel egy mögöttes helytállással. Mutár BT beltagot az mindig a BT-vel együtt kell perelni. Ebben a tekintetben ugye nincsen különbözőség. És itt jön be a PTK-nak az a szabálya, egy elég sűrűn félreértett szabály,
Mi azt mondják, hogy a külültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője. De mit ért ez alatt a PTK, és miért írja ezt le? Nagyon fontos lenne visszautalni a PTK harmadik könyvének a negyedik szakaszának a második bekezdésére, ahogy azt már nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy ugye a PTK harmadik könyvének az elején, negyedik szakasz, van egy diszpozitivitási szabály, hogy mikor lehet eltérni PTK szabályaitól. Harmadik könyvről beszélgetünk csak, ugye ennek három esetköre van, tag és a társaság viszonya, tagok egymás közötti viszonya és a szervezeti és működési szabályok. És ez melyik esetkörbe tartozik? Ez a ugye, szervezet és működése, most akkor küldtön azt képviselhet, vagy nem. Miért került bele ez a szabály? A PTK, a régi PTK idején, még a régi GT idején is, vagy akkor azt mondom, hogy képviselhette a küldtagatársaságot. Erre azt mondták az okosok, hogy ez azért nem jó megoldás, mert a küldtag az ugye nem felel, nincsen mögöttes helytállása, a beltag viszont igen, de hogyha nem a beltag képviseli, akkor hogy tudna azért felelősséget vállalni. A másik oldal szerintem nekik volt inkább igaz, erre meg azt mondta, hogy itt nem arról van szó, hogy hogy tudna felelősséget vállalni, hanem hogy van erről egy megállapodásuk. Ennél fogva, a megállapodás alapján miért ne vállalhatna felelősséget? Kezesség esetén is más tetteiért vállalunk felelősséget, és az se tilos. Jó, ez már csak ilyen kitekintés. Na de ott vagyunk, hogy beleesik ebbe a három esetkörbe, amiknél ugye lehet térni a PTK szabályaitól. Én akkor meg kell vizsgálni, hogy egyéb tiltó szabály van-e. Ugye nem lehetne még ebben a három esetben sem eltérni, hogyha a PTK ezt kifejezetten tiltaná. Nem tiltja. Sérti ez nyilvánvalóan a tagok kisebbségének, a munkavállalóknak, bocsánat, vagy a hitelezőknek az érdekeit. Nem, ez tök releváns, abszolút nem releváns egyikőjüknek sem. És nehezíti-e, lehetetleníti-e a törvényességi ellenőrzést? Megint csak nem. Innentől kezdve ettől a szabálytól eltérhetünk. Tehát annak ellenére, hogy azt van írva a PTK-ban, hogy a küldtag nem lehet vezető tisztségviselő, a küldtag lehet vezető tisztségviselő, bocsánat, mert hogy ez egy diszpozitív szabály, nem pedig egy kógens szabály. Hasonló korlátozás van egyébként, hogyha megnézik, mondjuk a zárt körülön működő részvénytársaság is azt mondja, hogy kötelező könyvvizsgálót kinevezni. Igen, nem, de az ERT-nél ez a kötelezettség szintén egy diszpozitív szabály, tehát nem kötelező, mert ez egy diszpozitív szabály, el lehet tőle térni. Miért írja mégis ezt a PTK, hogy nem lehet az ügyvezető, vezető tisztség, bocsánat, a küldtag vezető tisztségviselő? Azért, mert adnia kell egy alapállást. Tehát, hogy alapvetően, mikor is ugye megvan például a BT-nek az alapítókirat mintája, bocsánat, társasági szerződés mintája, akkor ott az az alapállás, hogy a BT beltagja az ügyvezető, de egyébként már maga a minta is lehetővé teszi kifejezetten, hogy a küldtagot jelöljék meg ügyvezetőként. Tehát ez valami furcsa normativitás, nekem ez nem tetszik egyébként ez a szabály, ez a küldtagra vonatkozó szabály, mert szerintem nem GT-s logikát tükröz. Tehát nem azt a harmadik könyv negyedik szakaszában meghirdetett vagy leírt logikát tükrözi. Ez egy egyértelműen egy kötelmi jogi logika, hogy leírok valami alapot, és akkor majd eltérnek, vagy nem. De ugye, ahogy azt már a órának, vagy hát a videófelvételnek a legelején mondtam, itt valamilyen megoldás az nem azért lesz alkalmazandó társasági jogról beszélek a társaságra, mert ezt írja a PTK, persze a PTK is ezt írja, de azért fogjuk úgy alkalmazni, ahogy, mert a cégnek a társasági szerződése ezt mondja ki. És az, hogy a BT-nek a beltagja vagy a kültagja fogja képviselni a BT-t, azt a társasági szerződésből fogom kiolvasni. Félreértés nehézség, nem tudok a törvénnyel szembe menni. Tehát, hogyha a törvényben ez egy kógens szabály lenne, akkor nem tudnám ezt beírni, és nem mondanám azt, hogy de hát én ezt alkalmazom, mert ezt találtam ki. Hiszen, hogyha kógens szabály lenne, akkor
nem tudnék tőle eltérni. De ez egy olyan diszpozitív szabály, aminek szerintem semmi normatív tartalma nincsen, mert ha eltérhetek tőle, akkor úgyis az lesz, amit beleírok a társasági szerződésbe. Tehát nem ad hozzá az egészhez, ez már az én saját véleményem, ne tekintsék úgy, hogy ez az egyetemnek az álláspontja, mert lehet, hogy nem. Bár furcsa, nem, de jó, nem mondok ezzel kapcsolatosan semmit. És ugye a BT-nél is előfordulhat, én ezt viccesen úgy szoktam mondani a gyakorlataimon, hogy néz ki az összes betéti társaság, nek van egy beltagja, aki egy hölgy, és van egy kültagja, aki ennek a hölgynek a veje. De mondjuk tényleg 90%-ban így nézettek ki korábban a BT, most már, hogy mindenki katás vállalkozást csinál a BT-ből, mert egyéni vállalkozóként kifogy a kata keretből, valami ilyesmit még továbbra is, de egy kicsit már cizellálódott, illetve ugye ott van két nagy cég, aki szintén BT formában működik, az Aldi és a Lidl, de ott ennek a dózási oka van. A BT beltag egyébként lehet jogi személy is, tehát a áll felelősséget is ki lehet ezzel hozni, hogyha nem azt csináljuk, hogy mi megalapítunk egy BT-t és beltagok vagyunk, hanem a BT-vel megalapítunk egy KFT-t, és ez a KFT lesz a BT-nek a beltagja, de itt ugye egy olyan személy tartozik korlátlan felelősséggel, egy SPV, aminek a tulajdonosa viszont korlátolt felelősséggel van, és van még egy kültag, akinek szintén korlátolt, tehát ez egy olyan BT, ami valójában olyan túl sok pénzzel nem fog felelni. Jó, de ugye lehetséges, ez az anyósos szisztéma akkor szokott felbomlani, amikor megromlik a házasság, és ugye elválnak a felek, akkor az anyósok valamiért már nem szeretnének beltagok lenni, és ilyenkor kénytelen ugye belépni a korábbi kültag beltaggá, és behozni többnyire ugye egy új kültagot. Csak hogy ilyenkor ugye bejön az a szabály, ami a KKT tagnál volt ugye a jogviszony megszűnése esetére, hogyha a beltag kültaggá válik, bocsánat, akkor a kültaggá válástól számított 5 éves jogvesztő határidő belül a beltagra vonatkozó rendelkezések szerint kell helytállnia. Jó, tehát akkor továbbra is még hiába már kültag, további 5 évig még felel a tartozásokért. Ez szokták egyébként tudni, de azért érdemes ismételni. Hát, szerintem ennyi elég is, mert az időt is túlléptem, hogyha minden igaz. Tömény volt az anyag. Köszönöm szépen a figyelmet, a felvételt leállítom, és hogyha vannak kérdések, azokat várom.